Imádkozz és fuss, vagyis Pray and Run. Ez a címe a Nyíregyházi Egyházmegye görögkatolikus futózarándoklatának. Az eseményt a pandémia okozta kényszerszünet után negyedik alkalommal rendezik meg Mária Pócson. A korábban meghirdetett áprilisi időpontot módosították, így május első szombatján várják a résztvevőket a lelkiségi központba. Az elmúlt években 7-800 résztvevő volt szinte mind a három alkalommal. Az idén az április 23-ai először meghirdetett időpontra több mint 500-an voltunk már, de ott az időjárás miatt úgy gondoltuk, hogy ez nem futás teljesítményről, hanem sokkal inkább futás élményről szól, ami az esőben nem mindenkinek egyformán élmény, ezért döntöttünk úgy, hogy módosítunk és áttesszük május 7-ére. A szombati program reggel 8 órakor közös imádsággal kezdődik. Az 1 kilométeres családi örömfutás után 1 és 2 kilométeren indítanak különböző korcsoportokban versenyszámokat. A hosszabb távok egyéni és váltó kategóriákban 11 órakor indulnak. 11 órakor indítjuk a felnőtt távokat, vagy a nagyobb távokat, ahol félmaraton, félmaraton váltó csapatban is van lehetőség, illetve 7 kilométer futni, hiszen úgy néz ki, hogy a Kegytemplom körül van egy 7 kilométeres kör, körbe a kisvároskán, és így aki úgy gondolja, hogy egyedül szeretne egy 7 kilométert futni, annak is lehetősége van, aki váltóban szeretne a Kegytemplom előtt a váltást is megteheti, de aki bátor és a 21 kilométert is bevállalja, az életének egyik legszebb élménye bizonyára az lesz, hogy amikor lefutja 21 kilométert, akkor nem egy felfújt kapun, hanem a Kegytemplom kapuján érkezik meg, azt hiszem egyedülálló lelki és gondolom fizikai élmény is. A futás és a zarándoklat kettős élményén kívül családbarát programokkal is készül az egyházmegye. A szervezők azt kérik, hogy aki az áprilisi időpontra már regisztrált, az is újítsa meg nevezését. Regisztrálni május 5-éig lehet a nyirgorkat.hu weblap mellett, a Nyíregyházi Egyházmegye Facebook felületén, valamint a versenynaptár.com oldalon a Pray and Run kiírásnál.